Hay un bea bal lokésvághoz, lazít, jobb lábból jön az erő, fönn találkozik a két kéz, segíti a bal kéz a jobb munkáját, kiléptünk, és ahogy átfordultunk, megérkezünk. 45 fok a kard, középen párhuzamos a kardul. Még egyszer. Nyit. Találkozik a kéz. Kilép. És testből megérkezik. Megérkezünk ide. Letúljuk a súlyunkat a bal lábról, nyújt. Fordul a kéz. Megérkezünk a hátsó 45 fokba, fönt van a kard és a kéz. Nagyon jó. Még egyszer. Nyit. Hátsó 45. Átfordulunk, vág. Tehermentesítjük a bal lábot, de nyújtva van. Kéz is nyújtva. Tartunk, fordulunk, megtartjuk a kívet, kívjet. És beállunk a kormányzatokat irányába. Megérkeztünk a második lokésvág. Thank you.
Péter. Megérkeztünk a megérkeztünk a Pecskefészekre szállt Macskaegeret fog. Amikor ugrom, a hullámosztatot leengedem, és ilyen torok magasság és a lenti között hullámosztom. Nem kell magasra, és nem kell mélyre. Viszont együtt hullámoztatjuk azzal, ahogy lépünk. Tehát ahogy megyek le, akkor engedem le, és ahogy jövök föl, akkor billentem, és ugyanúgy előredől a felső test maradó kiállásba, onnan jön az erőkük, hogy megyek. Macskaegeret fog. Kicsit jöjjünk közelebb, megérkeztünk ide a szúráshoz, tehát álljunk be. Akár középen is van a történet, és akkor sok fordulás van benne. Jön le a kéz, bőnik, szörüti a fejét, csak torok magasságig megy a hegyet. Hátra visszük a súlyunkat, most váll magasságba kiegyenesítettük. Figyelünk a hegyére kör, és megérkezünk oldalra. Átlépünk, jobb lábból jön az erőnyíg, talpárnára kerültünk, megérkezünk a 45 fokba. Újból erőbegyűjtés körébe, és erőt kibocsájtunk. Jó, próbáljuk meg, jobb láb elől. Bal kéz fönt blokk, jobb, kard hegye, jobb kéz magasság. Garázs visszaszáll az ujjába. Így van, tehát fölítja a fejét.